Elismerések Martin Gábor és Szelekovszki László vehette át a városi kitüntetéseket. Szabadságunkért harcoltak, két szabadságharc hőseinek állít emléket az Almási kastély kiállítása. Csak tiszta forrásból több mint 100 fotós küldött képeket a pályázatra. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Balázs Anett vagyok. Március 15-én Békés Csabán koszorúzással, ünnepi műsorral és díszmenettel emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A megyeszékhelyen ez alkalommal adták át a Békés Csabai életműdíjat és a Békés Csabáért kitüntetést. A március 15-i ünnepség a református templomban megtartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Onnan az ünneplő tömeg a Kossuth térre ment. A rendezvény a Körösparti Vasutas koncertfúvó zenekar térzenéjével folytatódott. A téren Békés Csaba megyei jogováros vezetői, a pártok és a civil szervezetek képviselői is megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. A már hagyományosnak számító, aratott díszmenet a főtéren, a Balassi Tánc Együttes és a Hétpróbás Néptánciskola, a Békés Csabai Fogatosok, a Kentaur Lovasegylet, a Magyar Szabjavívóiskola Békés Csabai tagiskolájának közreműködésével ezúttal is látványos attrakciója, méltó nyitánya volt az ünnepnek. Az ünnep a főtéren folytatódott, ahol katonai tiszteletadás kíséretében vonták fel a nemzeti lobogót. Ég és föld más alakot ölt, de életre változik minden. Világ és szabadság terjed szét mindenütt. Szarvas Péter polgármester beszédében Jókai Mór forradalmi gondolatait idézte fel. Hozzátette, a márciusi ifjak fogalmazták meg először történelmünkben azt, hogy mit kíván a nemzet. Az ünnepi beszédet a díjátadó ünnepség követte. Idén a Békés Csabáért kitüntetést Martin Gábor elismert fotóművész vehette át. Martin Gábor országos szinten elismert fotóművész, szabad foglalkozású reklámfotós, fotóriporter. Képeiből 15 önálló kiállítása volt itthon, illetve Európa több országában. A 2016-os életműdíjat a közgyűlés Szelekovszki László nyugalmazott természetvédelmi szakfőtanácsosnak ítélte. Az országosan ismert környezetvédelmi szakértő munkájában feltárt, rögzített adatok komoly tudományos értéket képviselnek. Munkássága hiánypótló és nélkülözhetetlen Békés megye természeti kincseinek tanulmányozásához, megismeréséhez. A délelőttöt végül a Balassi Tánc Együttes és a Jókai Színház művészeinek történelmet megidéző, zenével, tánccal kísért látványos műsora zárta. A március 15-i ünnepséghez hagyományosan kísérő programok is társulnak Békés Csaba város főterén. A gyerekek még Gábor Áron rézágyúját is kipróbálhatták, de Kádár Ferkó fotószínháza és a Pilvax kávéház is nagy érdeklődésre tartott számot. A Szent István téri programok hatalmas ágyúdőrenése és dísz sortűzzel értek véget. Bár az időjárás nem volt túl kegyes az idei ünnepen, mégis sokan tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a városi megemlékezésen. Nagyon fontosnak tartjuk ezt több, minden szempontból, hogy az ilyen eseményekre elhozzuk már korán a gyerekeket. De én fontosnak tartom, és szeretném, hogyha ez továbbra is így lenne. És a gyerekeknek is fontos, mert főleg a nagyobbacskáknak, a 10 éves már kifejezetten értékeli és fontosnak tartja. A téren az ünnepi műsor és megemlékezés mellett a délelőtt folyamán a kicsiket kézműves játszóház várta, de idén sem maradhatott el Kádár Ferkó fotószínháza. Az időutazásban résztvevők örök emlékeket vihettek haza a vándorfotográfus segítségével. Korabeli ruhákban fényképezkedhettek nálunk az emberek, és ezt megkapják, ezt a felvételt digitálisan. Lehet nálunk huszárcsákóval, karddal és kalapokban.
A Fiume Hotel étterme ezen a napon a Pilvax kávéházzá alakult át. A Körös Irodalmi Társaság és a Jókai Színház művészei gondoskodtak az irodalmi élményekről. Csak a vak megszokás. A süket hivatal hozza koszorút. A Békés Csabai főtérre költöztek a hagyományőrző honvédek. Az alkalmi táborban bemutatták a viseleteket, de a bátrabbak kipróbálhatták Gábor Áron rézágyúját, és az igazi ágyúdörgés is megráztam a Békés Csaba belvárosát, majd sortüzet is lőttek a honvédek. A Nemzeti Ünnep Békés Csabai programjai résztvevők tartalmas élménnyel gazdagodva térhettek haza. Megtelt a Széchenyi tér Békésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezett a város. A délelőtti programot az ifjúsági fúvózenekar nyitotta meg, majd a helyi lovas klub és a Jókai Színház művészeinek műsorát láthatták az érdeklődők. A rendezvény díszvendége Rétvári Bence, parlamenti államtitkár volt. A Jókai Színház művészeinek hangja töltötte be a békési Széchenyi teret. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára emlékezett a város. Az időjárás a letűnt kort idézte, hiszen hasonlóan borús, esős napon írták be magukat történelmünkbe az egykori márciusi ifjak. Rétvári Bence elmondta, a 12 pontban az emberek egyéni követelései szabadságjogai mellett a kollektív jogok is épp úgy szerepeltek. Ez a kettő óhatatlanul összefonódik történelmünkben. Az államtitkár ünnepi beszédét Illyés Gyula gondolataival zárta. Minden egészséges nép fejlődik. Nő, mint a fa, azzal a különbséggel, hogy a nép valóban az égig akar nőni. Az igazi nemzet nem ismeri a halált, magát a nemzet örök értékűnek érzi. Ez a szép benne, ez a vigasztaló a halandó ember számára. Ezért érdemes nemzetbe tartozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bár mi emberek halandóak vagyunk, de a nemzet halhatatlan. Ezért fontos a nemzethez tartozás. Valamennyi résztvevő egy-egy koszorúval fejezte ki tiszteletét az 1848-as hősök előtt. Az ünnepség a Széchenyi szobornál folytatódott, ahol Dankó Béla emlékezett vissza a legnagyobb magyarra. Március 15-e, mint minden szimbólumáért történelmi esemény, ellentmondások sorozata. Érvek és ellenérvek ütközése nyomán íródhatott csak be történelmünk nagy könyvébe. A forradalom és a lassú, kiszámítható fejlődés, soha el nem múló egymásnak feszülése folyamatosan megújuló konfliktusként jelent meg a magyar reformkor folyamán. Ezen ütközések keresztüzében állt, élt, dolgozott és alkotott gróf Széchenyi István. A reformkor hőseinek tettei ma sem engedik elfelednünk, hogy a közös múlt, az anyanyelvünk, a kultúránk örökre összeköt minket. Két szabadságharc hőseinek állít egyszerre emléket a Gyulai Almási Kastély látogatóközpont első időszaki kiállítása. A Szabadságunkért harcoltak című tárlat az 1948-as honvédeket ábrázoló fotográfiák mellett 1956 szabadságharcosainak időskori képeit mutatja be. Plón József 1902-ben Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából készítette el a fotósorozatot. Ez ihlette közel 100 évvel később, 2006-ban Dömötör Mihály fényképészt egy hasonló munkára. A szabadságért harcolók időskori fényképein Görgényi Ernő polgármester szerint nagyon sokat elárulnak a tekintetek. Kétszer vívtuk ki a világ népeinek osztatlan elismerését és tiszteletét, 48-49-es, valamint az 56-os forradalommal és szabadságharccal. Akiknek a fő alakjait ismerjük, sokszor fel tudjuk idézni Kossuthnak, Széchenyinek vagy Damjanisnak az arcát, fel tudjuk idézni Nagy Imrének az arcát, de azoknak a hétköznapi embereknek, akik a forradalom és szabadságharc katonáiként kivívták ezt a dicsőséget, akik az életüket, az egzisztenciájukat kockáztatták, az ő arcokat sokszor nem ismerjük. Hát ez a
kiállítás erre is lehetőséget biztosít. Katonadalokkal, szavalattal és csárdás bemutatóval ünnepeltek a Békés Csabai Nyugdíjas Egyesület tagjai. A szervezet alapszabályban is rögzített célja a hagyományőrzés és ápolás. Ennek jegyében népdalkör, irodalmi kör és néptáncklub is működik az egyesületen belül, ennek tagjai szolgáltatták az ünnepi műsort. A közel 200 fős nyugdíjas egyesület elnöke elmondta, szinte minden ünnepet megtartanak ebben a körben. Fontos számunkra, hogy a nemzeti ünnepek megtartása és megemlékezése a hősökre, a bátrakra, azokra az emberek, akik előttünk voltak, és mi, ők nélkül mi nem lettünk volna. Rendhagyó módon emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról a Békés megyei büntetés végrehajtási intézetben. A fogva tartottak versmondó versenyen mérettették meg magukat, valamint az intézet színjátszóköre a Cella Hetz társulat adott ünnepi műsort. Zenés produkcióval kezdődött a színjátszókör előadása. A börtön folyósóján kissé bátortalanul, de annál lelkesebben állt, aki társaik elé a fogva tartottak, hogy elszavalják a költeményeket. A fogvatartottak szabadon jelentkezhettek a megmérettetésre, mely kivételes alkalmat jelent számukra, hiszen a nap 24 órájából csupán egy órát tölthetnek a cellákon kívül. Régebb óta vagyok itt fogvatartott, és azóta is ennek a színjátszókörnek, amit most láttak önök is, ennek a tagja vagyok. Hát úgy érzem, hogy amióta tagja vagyok, én is egy kicsit jobb irányba fejlődök, és tanulok, és remélem ez majd a kint életemben is a hasznomra lehet majd. A színjátszókörben való munka egyik fontos célja, hogy a későbbiekben elősegítse a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését. A Börtön Színház közel másfél éve működik az intézményben. Az ötlet körülbelül másfél évvel ezelőtt, 2014 novemberében fogant meg. Ekkor volt egy lehetőség találkozni Bocsai Ildikó színművésznővel, aki elvállalt egy olyan munkát, ami fogvatartottak színjátszóköri csoportfoglalkozását jelentette. Ebből nőtte ki magát mára egy úgynevezett börtönszínház. Az ünnepi műsorban résztvevő szereplők mindegyike oklevelet vehetett át. A háromtagú zsűri nem állított sorrendet a produkciók értékelését követően. Ám az a fogvatartott, aki saját szerzeményét szavalta el, egy könyvet kapott ajándékba. 11. alkalommal rendezték meg a Csak tiszta forrásból című fotókiállítást. Idén 111 hazai és határon túli magyar fotós küldött be képeket. A beérkezett 501 mű közül szakmai zsűri választotta ki azt az 50 alkotást, amely a Lencsési Közösségi Házban bárki számára megtekinthető. Az építmény alapjait honfoglaló őseink Árpád-házi királyaink tették le, majd építette Károly Róbert, Hunyadi János, Mátyás király, harcoltak érte 48 hősei, Petőfi, Kossuth, Széchenyi, majd Deák, és fejlesztette többek között Betlen vagy Telegi. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Ferenczi Attila a résztvevőket március 15-e előnapján. A tanácsnok a nemzeti ünnepek összetartó ereiről, hőseink emlékezetes tetteiről, a haza szeretetéről beszélt, melyet ismerni, tanulni kell mindannyiunknak. A Csak tiszta forrásból című kiállításra kezdetben csak analóg fekete-fehér képeket küldtettek be a pályázók. Pár éve azonban a digitális technika is megengedett. A beérkezett 501 monokrom fotó közül idén Mező István Magány című képét ítélték a legszebbnek, amely egy a dobogó köntet kirándulás pillanatát örökíti meg. A fotós elmondta, a véletlennek köszönheti, hogy a fényképezés mára már élete fontos részévé vált. Megjöttek, vagy megjelentek ezek a modern telefonok, azzal kezdtem el igazából fotózni. Megvettem az első fényképezőgépemet, lefotóztam egyik napszemüveget a kertbe, és ez egy kanadai fotós magazinban megjelent, és akkor gondoltam, hogy akkor nekem ezzel kéne foglalkoznom. A zsűri külön díját Petró Zsolt 16 tonna Lelkem a vállalatomé című képe kapta. A kép igazából tavaly született, egy fotós kirándulás alkalmával. Kint voltunk Farkaslakán, és egy színégető telepet látogattunk meg. Mindenki küldött be már színégető különböző portrékat, és én mondtam, hogy kifejezetten olyat fogok beküldeni, amiken nem látszik az ember, viszont az egész folyamat
folyamat jól látszódik, és egy ilyen képet próbáltam megcsinálni, melyik azt a folyamatot, amit egy szénégető megél, amit lehoz, tehát az az életforma teljes egészében látszódik. A magyarom, Istenére esküszünk. A program a Csabai Színi Stúdió növendékeinek ünnepi műsorával zárult. A Lencsési Közösségi Házban kiállított képek április 8-áig várják a fotók szerelmeseit. A felek szerint példaértékű megállapodást kötött egymással a Körösmaros Nemzeti Park és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Az együttműködés a természetvédelmi területeken tartózkodás szabályai mellett az úgynevezett szentély típusú holtágakon folytatott hallgazdálkodás kereteit is biztosítja. Még várni kell az igazi kiránduló időre, ám már most is fontos, hogy a Körösök vidékein élő védett állat- és növényfajok háborítatlan környezetben készülhessenek a tavaszra. Fokozottan igaz ez az elnevezésükben is a különleges természeti kincsre utaló szentély típusú holtágakra. Nagyon-nagyon fontos élőhelyek ezek a holtágak, kisebb részük természetes lefűződéssel, nagyobb részük az pedig a folyószabályozások után alakult ki. Különleges víztereket jelöl ez a kifejezés, hiszen ez táplálkozóhely, élőhely és szaporodóhely nagyon sok védett és fokozottan védett élőlény számára. A Nemzeti Park igazgatóságának illetékességi területén 8 ilyen holtág van. A Horgász Egyesületek Szövetségével megkötött megállapodás nagy hangsúlyt fektet ezek védelmére. Tilos ezeken a víztereken, ezeken a külső víztereken horgászni, a másik részén pedig csak egy külön zöldhatósági engedéllyel és csak a Körösmaros Nemzeti Park által kijelölt és megadott helyeken lehet horgászati tevékenységet folytatni, illetve ugye általunk, azaz a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által érvényes területi jeggyel kell, hogy rendelkezzen az adott területre, természetesen a szövetség helyi horgászrendjének betartása mellett. A szabályok betartását a szövetség megemelt halászati őri létszámmal kívánja ellenőrizni, így a tervek szerint áprilistól májustól már akár 3-4 fő is szolgálatot teljesíthet a Körösök vidékén. Mutyi híd, Bözsi híd, csak a Fidesz híd. Alternatív elnevezéseket ragasztottak az Ébredy Viharsarok civil csoport az Orosházi úti felüljáró hangszigetelő falára. A megmozdulással arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy az emberek maguk dönthessék el, milyen nevet szeretnének adni a hídnak. A szervezők szerint ugyanis sokan nem tudtak a megadottak közül választani. A csoport vezetőjétől megtudtuk, az esemény folytatásaként a Kossuth téren rothadt narancs dobálással egybekötött demonstrációt szerveztek, amelyre elmondása szerint 15-20 főt vártak. Frabowski Megai Oktávia hozzátette, akciójuk üzenete az 1848-as forradalom szellemében fogalmazódott meg. Nem különbözik sok mindenben, mint amit 168 éve üzentek. Egyenlőség, testvériség, egyenjogúság, sajtószabadság, szabad ország, ennek a szellemiségében mi így ünneplünk egy figyelemfelkeltő akcióval. Önök a Híradó 19 órai kiadását látták, hamarosan következik aktuális című műsorunk. Mai vendégem Martin Gábor fotóművész, aki a mai napon vehette át a Békés Csabáért kitüntetést. Tehát amennyiben tehetik, maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!